Pető Szűcs Mária, a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának iskola lelkésze Olaszországban járt Erasmus Plus program keretén belül, ahol többek közt a módszertani megújulás sajátíthatták el, és kapcsolatokat építhettek ki a programban résztvevők. Igazából az Európai Uniónak az a célja, hogy 2027-re egy európai oktatási hálót tudjon itt Európában kidolgozni, aminek a célja az, hogy a különböző országokban, bár mindannyian más oktatási rendszerben dolgozunk, mégis legyen egy olyan módszertani frissesség, illetve olyan kapcsolatrendszer, ahol akár partneriskolákat tudunk találni magunknak itt az Európai Unión belül. És ebbe kapcsolódtunk be 3 évvel ezelőtt még egy ilyen kísérleti, első éves, kicsit kóstolgatós évbe, akkor 11-en mentünk ki, illetve amikor ez megtörtént, akkor a szakmai vezetők, akik itt az iskolában vannak, ők beadtak egy akkreditációs programot, és 5 évre nyertünk el egy pályázatot, ami azt jelenti, hogy egy adott összegkeretből minden évben pedagógusok, illetve az oktatás segítő kollégák tudnak pályázni, és hát ebben az évben, illetve előző évben is egyre több pedagógus bekapcsolódott, hiszen nagyon-nagyon jó élményekkel tértünk vissza. A kurzus fő szempontja ezúttal a projekt alapú oktatás volt, ami manapság egyre hasznosabb lehet az oktatásban. Hiszen ennek a projekt alapú oktatásnak a célja az, hogy nem a végtermék, hanem a folyamat közben az összeszedett tudás a céljának, és én azt hiszem, hogy manapság, főleg akkor, amikor az internettel kinyílt a világ, már nem is igazából elsősorban a lexikális tudás, hanem az alkalmazott tudás kerül a fókuszba, és ez a projekt alapú oktatás, ez pontosan erre fókuszál, ez segít. A projekt alapú oktatás lényege, hogy mindig egy kérdés legyen a fókuszban, ami nem a végeredmény, hanem egy olyan téma, ami a gyerekeket érinti. Mindannyian ismerjük a általános iskolai tanulmányainkból, amikor matematikában ilyen, hogyha Juliska és ha Jancsi, és ki kell számolni a dolgokat. Ugye ezek nem valós kérdések, ezt a gyerekek is érzik, ezért a motiváció is sokkal alacsonyabb. Viszont, hogyha valós kérdések, mondjuk egy osztálykirándulás megszervezése, egy csendes napi programnak a kialakítása, akár a diákétkeztetésnek a kérdése például, vagy egy iskolai felújítás, mondjuk, hogy lenne egy szabad termünk, és hogy rendezzük be, kiket hívjunk meg, hogy fel legyen újítva. Tehát ezek mind olyan kérdések, amik a gyerekek mindennapjaiban is érinti. Akkor nyilvánvaló, hogy ezeket lehet alkalmazni. És hát itt elsősorban, ami projektet én elkezdtem, az a konfirmációi oktatásra vonatkozik, ugye, mint lelkész, hitoktató, vagy hittantanárként. Ezt találom leginkább egy olyan területnek, ahol a projekt alapú oktatás lehet. A program másik érdekessége a különböző országokból jött pedagógusokkal való kapcsolat kiépítése volt, emellett minden résztvevőnek be kellett mutatni, hogy a saját országukban hogyan működik az oktatási rendszer, illetve hogy milyen a diákok és a pedagógusok helyzete.